A következő előadó dr. Janek István lesz. Dovolte mi, aby som uviedol ďalšieho prednášateľa, pána doktora Janeka, Istvána Janeka, ktorý bude hovoriť na tému sprostredkujúca funkcia medzi maďarskou a slovenskou vládou v rokoch 1939-42 a židovská otázka. Samozrejme, táto prednáška sa týka Jánoša Esterházyho. Nech sa páči. Tešek, páči. Köszönöm a szót. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Excellenciás Uraim! Engedjék meg, hogy előadásomat két részre osszam. Az elsőben a szlovák-magyar diplomáciai kapcsolatokat 39 és 42 között egy kicsit bemutassam, és utána a zsidó kérdésre térjek rá. 1939-ben a szlovák és a magyar állam vezetése a határaikon belül élő kisebbségek ügyeit igyekeztek szigorúan belügyként kezelni, és minden érdekükben kívülről jövő kezdeményezést, bírálatot az ország szuverenitásának megsértésének tekintették. Míg ezzel szemben, illetve ezzel párhuzamosan a saját határaikon kívül rekedt nemzeti társaik mindenoldalú hathatós támogatására törekedtek. A kisebbségi kérdés tehát hozzájárult ahhoz, hogy 1939-42 között a magyar-szlovák diplomáciai kapcsolatok mind jobban elmérgesedtek. Mi több, 1941-ben a magyar kormány már azt fontolgatta, hogy megszakítja a diplomáciai kapcsolatot. De ezt a lépést a németek nem hagyták jóvá, tehát megakadályozták. A két szomszédos állam egymáshoz fűződő viszonya tehát jelentősen különbözött a szövetségesek közötti megszokott baráti viszonytól. Szlovákia az első bécsi döntés által Magyarországnak ítélt területek visszaszerzését, Magyarország azok megvédését tekintette elsődleges külpolitikai feladatának, csak másodlagos volt a kisebbségek ügye. A szlovák-magyar kapcsolatok különlegessége, hogy Szlovákiának és Magyarországnak politikai és gazdasági érdekellentéteik voltak egymással. Mégis ugyanazon szövetségi rendszerhez tartoztak. Szlovákiának és Magyarországnak is tekintettel kellett lennie a németek óhajára, miszerint a tengelyhatalmak szövetségeseinek táborában az egyes országok közötti viszályok messze menően kerülendők. Ennek ellenére a kétoldalú viszonyban ezt nem tartották be. Szlovákia önállóvá válása, a régi álom és a szinte homogénnek tekinthető nemzeti állam megvalósulása a szlovák nemzeti öntudat ünnepe volt. A bécsi döntés viszont olyan sokként érte a szlovák értelmiséget, amely a magyarok Trianonnál elszenvedett megrázkodtatásához volt hasonlatos. A Magyarországhoz csatolt területekkel együtt több százezer szlovák is átkerült, akiknek elmagyarosítását fenyegető rémképként élték meg Pozsonyban. És ez azonnal a revíziós gondolat kialakulásához vezetett. A szlovák társadalomban a bécsi döntés eredménye csalódást és kiábrándulást okozott. A szlovák kormány szinte azonnal a reciprocitás a kölcsönösség elvének megvalósításához kezdett. Állandóan figyelemmel kísérte a magyar diplomáciai manővereket, és igyekezett minden terhelő bizonyítékot összegyűjteni a magyarok ellen és a németek kegyének elnyerése érdekében. Ebben a nehéz légkörben kellett Esterházy Jánosnak közvetítő szerepet játszania a két állam vezetése között. Esterházy mind a magyar, mind a szlovák legfelső vezetőkörökkel jó kapcsolatot tartott, ezen felül rendszeresen találkozott a Pozsonyba akkreditált külföldi diplomatákkal is. Ezen diplomatáknak beszámolt a szlovákiai magyarság helyzetéről, és segítségüket, illetve közbenjárásukat is kérte. Rendszeresen járt Budapestre, ahol a szlovákiai magyarság, de a magyarországi szlovákság érdekében is fellépett. Esterházy szerepe a szlovák-magyar kapcsolatok szempontjából ebben az időszakban megkerülhetetlen volt.
Afféle megtűrt tagja volt a szlovák törvényhozásnak. Eszterházy a magyar párt nevében a szlovák parlamentben olyan kérdésekről is beszélt, amelyek nem szerepelhettek a sajtóban, vagy a politikai nyilvánosság egyéb helyein. Azért sorolja a parlamentben a magyarság sérelmeit, jelentette ki Eszterházy egyik beszédében, mert hiány van minden más fórumnak, mert a cenzúra a sajtóban kihúzza a nyelv megnyilvánulásait. Eszterházy 1939. július 21-én elmondott parlamenti beszédében az alkotmány hiányosságait ecsetelte. Hiányolta, hogy az alkotmány nem ad biztosítékot arra, hogy a szlovák nemzet minket, magyarokat bármilyen téren és tekintetben alsóbbrendűnek nem tekinthet, és egyenjogúságunk rovására semmit sem tehet. Szerinte itt a határokon belül és kívül az évszázados sorsközösség van. Eszterházy képviselőként többször szólalt fel a szlovákiai magyarság védelmében, a szlovák parlamentben, rámutatva a szlovák hivatalok által elkövetett sérelmekre. Eszterházy János a magyar-szlovák egymásra utaltságot hangoztatta, és a feszültségek feloldását próbálta elérni. Pártja egyik gyűlésén a következőket mondta. Ha a magyar és a szlovák egymás ellen fordul, ennek mindkettő kárát vallja. Eszterházy kétoldalú közvetítői szándékát a következő eset kapcsán is nyomon követhetjük. 1939. július elején Eszterházy Tiszó elnöknél tett látogatást. A beszélgetésen többek között kifejtette, a magyar kormány nehezményezi, hogy a szlovák kormány a bécsi döntés óta semmi könnyítést nem tett a kisebbségi jogok terén a szlovákiai magyarság számára. Eszterházy ennek ellenére nem zárkozott el attól, hogy tárgyalásokat folytasson a két ország kapcsolatainak szorosabbra fűzése érdekében. A magyar kormány akkor menne bele ilyen jellegű tárgyalásokba, ha Tiszó rajta keresztül előre megüzenné elvárásait és szándékait azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak tenni az ottani magyarság helyzetének javítására. Eszterházy jelezte Tiszónak, hogy Magyarországnak nincsenek területi követelései Szlovákiával szemben. Tiszó örömmel nyugtázta a kijelentést, és elmondta, ő személy szerint mindig is őszintén szerette volna, ha a két állam között fejlődhetnének a baráti viszonyok. Tiszó kifejtette, ha előre tudja, milyen határmódosítás következik be Komáromban, megegyezett volna a magyar kormánnyal az átadandó területek nagyságáról. Valószínűsítette, hogy amennyiben így alakult volna a helyzet, 1939 elején már gazdasági, kulturális és politikai megállapodásokat köthettek volna Magyarországgal. Itt hibáztam én el a dolgot, mondta Tiszó Eszterházynak. Azt viszont a magyar kormány szemére vetette, hogy a bécsi döntés után a magyarországi szlovákokkal nem úgy bántak, ahogy azt Horthy kassai beszédében megígérte. Az 1938. november és 39. július közötti atrocitások miatt viszont magyar ellenes lett a szlovák közvélemény. Tiszó személy szerint ezért nem akarta kezdeményezni a két ország közötti közeledést, ezzel ugyanis saját lemondását készítette volna elő. Eszterházy a beszélgetés végén megígérte Tiszónak, hogy mindenről beszámol a magyar külügyminiszternek. 1939-ben ugyan nem jött létre politikai és kisebbségi megállapodás Magyarország és Szlovákia között, kisebb kereskedelmi szállításokról azonban megegyeztek. Így Eszterházy közvetítő szerepe nem volt teljesen eredménytelen, de igazi áttörés sem eredményezett. Eszterházy közvetítői szerepe miatt is érte támadás, amiről a következő eset tanúskodik. Konstantin Csulen, szlovák parlamenti képviselő, a szlovák parlamentben támadás alá vette a magyar külpolitika Szlovákiával szembeni politikáját és Eszterházy személyét is. Válaszul 1940. május elején Eszterházy beszédet mondott a szlovák képviselőházban,
amelyben az őt ért támadásra reflektált. Miszerint miért járt túl sokat Budapestre? Idézett Eszterházitól. Akkor járok, amikor úgy érzem, hogy valami bajon segíteni kell. Azt is megmondom, mert nem vagyok nagyképű, hogy az előbb említett urakkal nem nagy politikai kérdésekről beszélünk, és nem tárgyaljuk azt, hogy miképpen fog a háború után Európa térképe kialakulni, hanem igenis a nem igazolt szlovák vasutasok és postások érdekében és hasonló ügyekben járok el, és ha akadna valaki, aki szavamat kétségbe meri vonni, írásbeli bizonyítékot fogok bemutatni arról, hogy intervencióim folytán hány szlovák állami tisztviselő nyerte vissza kenyerét. Nyugodt lelkiismerettel állok itt a szlovák parlament színe előtt, mert politikai pályafutásom kezdete óta a szlovákokkal való barátságot vallottam, szolgáltam és hirdettem. Hinni szeretném, hogy ezek a tünetek csak átmenetiek, és hogy be fog következni itt is az, a józan belátás politikája, amely az élni és élni hagyni alapján, elv alapján nyugszik. Eszterházy a két országban élő kisebbségek helyzetének javításával csak nem a háború teljes időszak alatt foglalkozott. Eredményeket is elkönyvelhetett, de jelentős közeledést ő sem tudott elérni a két ország viszonyában. Nem rajta múlott, hogy a magyar kormányzatnak a kisebbségekkel kapcsolatos politikáját és magatartását nem sikerült kedvezőbb irányba befolyásolni. Ő maga azt vallotta, hogy a magyarországi szlovákoknak meg kell kapniuk nemzetiségi jogaikat, szerinte a reciprocitás elve viszont eltávolítja egymástól a két népet, és végül megakadályozza, hogy barátságban éljenek egymással. Márpedig a két nemzet egymásra utaltsága a következtében történelmi szükségszerűség, hogy megbocsássák egymás korábbi bűneit. Eszterházy szerepét szeretném még gyorsan bemutatni a zsidó kérdésben. Nagyon nehéz megfogni ezt a kérdést, mivel ez a problémakör nagyon át van politizálva. Nyomás alatt vannak mindkét oldali történészek, hogy állást foglaljanak. Magyar részről egyfajta szimbólummá hőssé vált Eszterházy, ezen felül a szlovákiai magyarság által elszenvedett, ki nem beszélt sérelmeknek lett a szimbóluma, beleértve ebbe a benesi dekrétumok következményeit. Szlovák részről a magyar irredentizmus megtestesítője szimbólumává vált, ezen felül háborús bűnös, kollaboráns. Nehezíti a helyzetet, hogy a téma szakmai feltárása mélységi szinten nem történt meg teljesen. Magyar részről Molnár Imre több könyvben és más magyar szerzők tanulmányaikban foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Szlovák részről Ladislav Deák, Iván Kamenyec és Eduard Nizsnyánszki foglalkozott részletesebben a témával. Természetesen nem mindenkit említek, hát elnézést, akit nem említettem. Ennek ellenére a szakmai feltárás nem történt meg, hiányzik szlovák részről egy olyan monográfia, amely a források oldaláról dolgozná fel Eszterházy életét és a zsidó kérdéshez való viszonyát. Az első zsidó törvények Szlovákiában már 1939 második felében napvilágot láttak. A zsidók számára kötelezővé tették a sárga csillag viselését, majd megkezdődött áttelepítésük és vidéki munkatáborokba szállításuk. 1942. május 15-én megszavazott 68 számú alkotmánymódosító törvény Németország után elsőként tette lehetővé a zsidók deportálását Szlovákiában. Ekkor a szlovák belügyminisztérium a zsidókat hivatalosan is a szlovák nemzet ellenségeivel nyilvánította, a szlovák vezetés ezzel a törvénnyel próbálta megteremteni a törvényesség látszatát a deportáláshoz. A zsidó ellenes törvények Szlovákia lakosságának mintegy 4%-át, körülbelül 89 ezer embert érintett. Ezeket az embereket megfosztották jövedelmüktől, vagyonuktól és addigi társadalmi státusuktól. Később a szlovák és a német kormány abban is megegyezett, hogy a deportált zsidók után személyenként 500 birodalmi márkát kell fizetniük Németországnak.
A szlovák parlamentben egyedül Eszterházy János szavazott a zsidótörvény ellen. Meg kell jegyeznünk, hogy a szlovák parlament szerepe és befolyása korlátozott volt. Ondrej Podolec írásaiban megállapítja, hogy Eszterházy volt az egyetlen, aki szembe mert menni a szlovák parlament irányvonalával. Eszterházy a következőket mondta, ami ellentmondásos a szlovák és a magyar fél számára. Midőn a szlovák parlament tagjává megválasztottak, az első ülésen fogadalmat tettünk, hogy mindig lelkiismeretesen fogjuk törvényhozói munkánkat teljesíteni. A zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavaslat tartalmilag olyan, hogy a semmiképpen sem tehetem magamévá, és nem szavazhatom meg legfiatalabb korom óta, mindig zsidóellenes beállítottságú voltam, ami ellenben nem jelenti azt, hogy hozzájáruljak egy olyan törvényhez, ami minden isteni és emberi törvényt lábbar tipor. A magyar közvélemény azt vonja le ebből, hogy Eszterházy fellépése pozitív a zsidó kérdésben. A szlovák közvélemény pedig azt vonja le, hogy Eszterházy mindig is zsidó ellenes beállítottságú volt, a fasizmus kiszolgálójaként zsidó ellenes beállítottságú. Ez a kiinduló pont a két fél történészei közötti vitának. Az egyik. Az egyik fehérnek, a másik feketének látja ugyanazt a szemét, ugyanezen esemény kapcsán. Ebben kellene megtalálni a konszenzust. Eszterházy ellenszavazatát a következőkkel indokolta Martin Szokolnak, a szlovák parlament elnökének és a szlovák kormánynak. Nem járulhat hozzá egy olyan törvényhez, ami a zsidókat nem mint felekezetet, hanem mint fajt telepíti ki, és ez egy okkal több, hogy ellenszavazzak a javaslatnak, mondta Eszterházy. A szlovák kormány veszélyes útra tévedt, hangsúlyozta Eszterházy, mert ezzel elismerte annak a jogosságát, hogy a többség a kisebbségeket egyszerűen kidobja országából. Eszterházy a szavazás után azonnal elhagyta a szlovák parlament épületét, s másnap azt mondta a családjának, undorító volt. A nemzetgyűlés az itt élő zsidókat deportálásra ítélte. És a szörnyűség teteje az volt, hogy csupa fekete csuhás ült ott. A papokat érti a fekete csuhás alatt. Ők is Hitler bosszújától félve mind megszavazták ezt a szörnyű törvényt, és mindezt félelemből, nehogy Szlovákia is Lengyelország sorsára jusson. A német propaganda azonban akárcsak a szlovák sajtó elítélte tettét. A pozsonyi Grenzbót a következő gúnyos címmel számolt be a parlamenti szavazásról. Csak a gróf úr nem szavazott mellette. A gárdista ennél is tovább ment. Eszterházy magatartását nem bel- vagy külpolitikai tüntetésnek minősítette, hanem olyan zsidóbarát magatartásnak, amelyhez személyes érdekei fűződnek, hiszen birtokai zsidók igazgatták. A Gestapo és a szlovák rendőrség vezetői felvetették, illetve a németek és a szlovák rendőrség vezetői felvetették, hogy Eszterházyt letartóztatják ellenszavazata miatt. A pozsonyi német követ javaslatára azonban elvetették az ötletet. Eszterházy letartóztatása ugyanis óriási diplomáciai és politikai botrányt robbantott volna ki Szlovákia és Magyarország között, és ezt egyik fél sem merte megkockáztatni. A németek tudták, mennyire népszerű Eszterházy Magyarországon, és attól tartottak, hogy egy ilyen lépés erősen felizítaná a német ellenes indulatokat. Ha feltesszük a kérdést, hogy felelősséget visel Eszterházy a szlovákiai zsidóság holokausztjáért Szlovákiában, akkor azt kell mondani, hogy nem, hiszen ő az, aki egyedül ellene szavaz. Eszterházy nem volt antiszemita, de magában hordozta az ekkorra jellemző előítéleteket a zsidókkal szemben. A fajelméletet nem helyeselte és elutasította azt.
Véleményem szerint senki sem születik embermentőnek, és ez egy hosszú út eredménye, és a sajátos élethelyzetek hozzák ki az emberből. Eszterházy embermentő hozzáállását keresztényi hitével és meggyőződésével magyarázhatjuk. Köszönöm a figyelmet. Érdekes előadás olyan szempontból, hogy tulajdonképpen itt a zsidó kérdésben vannak a különböző álláspontok, tehát ezek ütköznek. Nyilván itt is szerepet játszik a származása, az, hogy gróf volt, nemes volt, és természetesen a keresztény magatartása, tehát amikor május 15-én a törvény ellen szavazott, tehát a zsidók üldözése ellen. Nyilván tudni kell azt, hogy 1942. január 20-án már németek döntöttek, hogy a zsidókat teljesen ugye megsemmisítik Wannsee tó partján, Heinrich Himmler és a többiek, és ez utána következett be. Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy voltak zsidó ellenes kijelentései, de bizonyára egy bizonyos határon túl már nem fogadta el, tehát nem ítélt el, nem fordult szembe a zsidókkal.